Ez a Pápavárosi Televízió híradója október 4-én. Köszöntöm nézőinket! Megkezdődött a Nátuskerti óvoda belső festése. A munkák zavartalanul zajlanak. A kivitelezők csoportszobáról csoportszobára haladnak. A szakemberek egészségre ártalmatlan anyagokkal dolgoznak, az épp felújítás alatt álló helyiséget pedig lezárják a gyermekek elől. Így az óvoda működése semmilyen egészségkárosító hatással nem jár a kicsik számára. Az egyes csoportok apróságainak a tornateremben alakítottak ki barátságos szobát. Békésen játszanak az udvaron a Nátuskerti óvoda apróságai a kellemes kora őszi időben, az épületben pedig javában zajlik a festés. A hét elején, hétfőn megkezdődött a felújítás. Nagyon fontos szempont volt számunkra, hogy ugyanazt a nyugodt életet tudjuk biztosítani, amit egy óvoda mindennapokban tud. Ezért a felújítandó csoportszobában élő gyermekeket a tornaterembe helyeztük el, nagyon otthonos kis csoportszobát rendeztünk be nekik, és különösen fontos szempont volt, hogy a felújítandó csoportszoba a gyerekek által elzárt terület legyen. A munkavégzés folyamatos egyeztetés mellett zajlik, hangsúlyozta az intézményvezető. Mindig figyeljük a kivitelezővel, átbeszéljük a napi munkafolyamatokat, hiszen különösebb hanghatásokkal járó munkafolyamatok nincsenek, de nyilván egy csoport élete elég változatosan zajlik, ezért azokat a munkafolyamatokat, amik esetlegesen hangosabbak, a délelőtt folyamára tervezik a kivitelezők. A kivitelezők az épület emeletén kezdték meg a munkát, a Margaréta csoport szobája és a mellette lévő helyiségek újulnak meg először. Csukott ajtók mellett dolgoznak, a szomszédos csoportszobával határos ajtót pedig le is fóliázták. Azzal kezdtük, hogy a bent lévő butorokat, butorzatokat, radiátorokat, parkettát megpróbáljuk megvédeni egy takarással. Utána pedig a több évtizeden felhalmozódó tisztasági meszelésnek a nyomait tüntetjük el festékkaparással, utána folytatjuk majd a területképzést. A régi festéktől megtisztított fal mély alapozást kap, majd glettelik és festik a felületeket. Egészségre ártalmatlan anyagokkal dolgozunk, mint bármilyen más családi házban levő anyagokkal. Itt egy esetlegesen a por lenne probléma, de légmentesen lezártuk az épület részt. Váltócipővel, váltóruhában közlekedünk a folyosókon, úgyhogy ezzel próbáljuk megvédeni a kis gyermekeket. A kivitelezők a legnagyobb körültekintéssel dolgoznak, és a lehető legkevésbé zavarják az óvi életét. A teljes épület belső festése egyébként közel 20 helyiséget és 1200 négyzetméter falfelületet érint. Több hetes előkészítés után a mai napon útjára indul a Pápai Médiacentrum új szemléletformáló médiakampánya. A kezdeményezés az egyre elharapózó közterületi szemetelés visszaszorítását célozza. A kampányhoz a Médiacentrum felkérésére közismert emberek, sportolók, a kulturális élet szereplői és politikusok is csatlakoztak. A kampány kezdő kisfilmjét ma hoztuk nyilvánosságra a közösségi médiában. A Pápai Médiacentrum októberben szemléletformáló sorozatot indít, melynek lényege, hogy felhívjuk a figyelmet az egyre elharapódzó közterületi szemetelésre. Ahogy láthatják itt körülöttem is, ez mindennapos probléma a városban. Kezdeményezésünkhöz számos közéleti szereplő, politikusok, sportolók, a művészeti élet szereplői is csatlakoztak. Tartsanak velünk önök is! Ez nem az én szemetem, de az én városom. Ezen a héten országszerte az erdőkre figyelnek a szakemberek és a civilek. Október 2-a és 8-a között zajlik az Erdők hete rendezvénysorozat. Dr. Áldozó Tamás polgármester és Unger Tamás alpolgármester ez alkalomból látogatott ki a város egyik új erdejébe. Ez itt egy makvetésből nőtt tölgyfácska, ez pedig egy csemeteként telepített fa. Ilyen és ekkora növények alkotják jelenleg a város egyik új erdejét. Az országfásítási program keretében nyílt lehetőségünk arra, hogy új erdőket telepítsünk, és mi úgy döntöttünk, hogy az Öreghegy térségébe korábban szántóként bérbe adott, egyébként a város számára nagyon minimális mértékű bérleti díjat hozó területeknél művelési ágat váltunk, és betelepítjük őket értékes faállománnyal. Az erdőtelepítéssel eleink nyomát követjük, és sokat teszünk környezetünk megóvásáért, hangsúlyozta a városvezető. A Pápán ennek hagyományai vannak, hiszen ennek köszönhetjük a külső-belső várkertet, Erzsébet-ligetet, pontosabban annak, hogy
elejénk úgy gondolkodtak, hogy telepítenek parkokat, fákat, hogy azok majd egyszer megfelelő zöld környezetet biztosítsanak a városi polgároknak. Hát mi is talán valamiféle ilyen misszióval álltunk neki ennek. Ugye nem beszélve arról, hogy klímaváltozás hatásait mérsékelni sok fa telepítésével lehet. Ugye ez az erdő alkalmas lesz arra, hogy ilyen nagy mennyiségű széndioxidot megkösön majd. A kivitelezők az erdőket makvetéssel alakították ki, és hozzá elegyfafajokat telepítettek csemeteként, magyarázta Primus József erdőmérnök. Elsősorban ugye kocsányos tölgy makvetést látunk, a kicsiket, néhány szem csár mag is van közöttük, valamint elegyfajnak hegyi juhart, és egy csemetéről ültetett szép növekedés mutató kocsányos tölgy csemetét látunk, amely egyedi védelembe, karó és netháló védelmébe lett ültetve. Az új erdőnek nem kedvezett a tavalyi nagyon aszályos idő, de ezt a hátrányt behozzák majd a csemeték, mondta az erdőmérnök. 21-ben lett ültetve, 22 azt hiszem az évszázad aszálya volt, tehát ahhoz képest a csemeték, a magvetés megfelelő tőszámba kikelt a területen, az aszályos évnek a növekedése az minimális volt, amit feltehetően a következő évben be fog pótolni a hiány, tehát el fogja érni hamarosan a 40-50 centi a térmagasságot, ami már megnyugtató az erdőgazdálkodó számára. A közel két éves erdőben most az ápolás és a gyomkonkurencia megszüntetése a feladata a szakembereknek, hogy megfelelően növekedhessenek a csemeték, mondta Primus József. Ugye, hogyha ennek a projektnek vége van majd egyszer, 20 év múlva, akkor az erdő az alkalmas lesz arra, hogy egy ilyen parkerdővé alakuljon át, tehát ha nem is egy várkert szintű... Tehát nem egy ligetes, nem egy klasszikus ligetszerű. Igen, pihenőparként, de mégiscsak egy olyan erdőként, amelyben majd egyszer lehet sétálni. Az önkormányzat a 2021-ben indított projekt keretében 10 hektárnyi területet jelölt ki erdőnek, ebből 7,5 hektáron állnak majd a fák. Ajándékkal lepte meg a Rotary Magyarország helyi önkéntese a fái lakótelepi óvi apróságait. A jótékonysági szervezet országszerte több ezer tubus fogkrémet oszt szét, ebből jutott a pápai óvodába is. A gyerekek örültek az ajándéknak, amit ebéd után azonnal ki is próbáltak. A fái lakótelepi óviban mozgalmas volt a kedd délelőtt, hisz először Budapestről érkezett vendégek tartottak interaktív foglalkozásokat a zöld hulladék feldolgozásával kapcsolatban. Amiben tényleg játékos formában dolgozhatták fel a gyerekek a komposztálás folyamatát, a hulladékválogatást, a különgyűjtést, ezzel ismerkedhettek ma a gyermekek. Ezt követően megérkezett Everce Marinus a Magyar Rotary Klub képviseletében. Én 2 év költöztem Pápára, és... de már több mint 20 éve vagyok Rotary tag. És a Rotary ez egy világszervezet, melyik világszerte több mint 1,2 millió tag, és több mint 200 országban van jelen. Mint mondta, a Magyar Rotary Klub közel 6000 tubus fogkrémet oszt szét, ebből most 150 jutott Pápára, amit nagy örömmel adott át a gyerekeknek. Véleményem szerint, és ezt minden év többször átélem, adni jobb, mint kapni. Kapcsándiné Nyulasi Laura, tagóvoda igazgató elmondta, örültek, hogy a fái óvira esett a választás. Az egyik újonnan érkezett kisgyermek szülője révén kerültek a Rotary Klub látókörébe. Így a gyermekeink egyik kedvenc tevékenységéhez, ami a kis napjait választja tulajdonképpen ketté, vagy egy átmenetet képez, aki szorgos mindennapjaikhoz, a napközbeni időszakból a délutáni pihenésbe átmenőleg, ami elválasztja, ez pedig nem más, mint az ebéd utáni fogmosás, úgyhogy ehhez kaptunk mi egy jó nagy mennyiségű felajánlott egyenfogkrémet, ami külön nagy örömükre fog szolgálni, hogy mindenki ugyanazzal moshat majd fogat. Úgyhogy ezt szeretnénk nagyon megköszönni. A gyerekek, miután átvették a fogkrémet, azonnal ki is próbálták. A Hunyadiak izgalmas és szövevényes történetét adja az olvasók kezébe Bán János, írói nevén Bán Mór, aki a Jókai Mór városi könyvtár vendége volt. A szerző felélesztette tetszhalott állapotából a történelmi regény műfaját, felidézve a magyar történelem egyik dicső korszakát.
A filmek kedvelőinek jó hír, hogy a regény alapján jövőre tévésorozat formájában elevenedik meg a Hunyadiak történelme. Bán János, azaz írói nevén Bán Mór, több mint 10 évig kutatta a Hunyadi család történetét. Mint mondta, nagyon szerette a munka ezen részét is. Tény és való, hogy rengeteg háttérinformációt érdemes összegyűjteni. Azzal együtt, hogy a történelmi regény fikciós műfaj, és nem az a sem a feladata, sem a meghatározó alap ismérve, hogy minden pontjának hitelesnek kell lenni, hiszen a történészek sem tudnak mindent. Rengeteg vitakérdés van a történészek asztalán. Ők sem értenek abban egyet, hogy egyes korszakokban mi hogyan alakult, mi miért történt. A regényírónak meg aztán végképp nem az a feladat, hogy igazságot tegyen. Talán inkább az, hogy a meglévő forrásanyagokra építve, a meglévő tudásunkra építve megpróbálja életre kelteni azt a korszakot, amit kiválasztott. Az eredetileg 10 kötetesre tervezett Hunyadi regényfolyam a 12. kötetnél jár, s még nincs vége. De ezt az olvasók egyáltalán nem bánják, sőt, Bán Mórnak köszönhetően a történelmi regények népszerűsége ismét a régi. A szerző hangsúlyozta, sokat tanulhatunk az elődöktől. A 5000 évvel ezelőtti kor, amiben a Hunyadiak élték a mindennapjaikat, egy nagyon nehéz korszak volt, harcos korszak. Egy picit talán a mentalitásuk más volt. Nem mindenki, akkor sem mindenki volt egyforma, ma sem. De talán egy picit határozottabban álltak a problémák megoldásához, és megvoltak a maguk receptjei. És szerintem az az eltökéltség, és az a élni akarás, és tenni akarás, ami jellemezte a nagyjainkat. Szerintem ebből lehet tanulni, abból az elszántságból és abból a soha fel nem adásból, ami a legreménytelenebb helyzetekben is jellemezte őket. Az író-olvasó találkozón a szerző mesélt diák éveiről is, első regényéről, amit még azért kezdett el írni, hogy irodalomból jobb jegyet kapjon. S természetesen aztán szóba került a Hunyadi sorozat is, mely hatalmas siker. Híreink végén nézzük, hogy milyen idő várható holnap. A pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint párás, esetlegesen ködös reggellel indul a holnapi nap. Majd a nap folyamán a napsütés csak fátyol felhőzet szűri. Csapadékra nem kell számítani. Általában gyenge, időnként mérsékelt erősségű lesz a déli-délnyugati szél. A maximum hőmérséklet 20-21 fok körül alakul, este 13-15 fok várható. Kedves nézőink, ez volt a Pápa Városi Televízió híradója október 4-én. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!